Új kampánybeszámolót adott le a Jobbik, egyben elismerve, hogy a korábbi az hamis volt. Közben a párt pénzügyi örökségén megy a szócsata, erről fogunk beszélgetni a Mi Hazánk mozgalom politikusával, Duró Dórával. A párt az most per pillanat olyan, mint a templomegere. Hiába őrült ki a Jobbik kasztája, a morzsákon is marakodik a ketté szakadt párt. Torockai László szerint, aki saját politikai mozgalmat indított el, a Jobbiknak járó költségvetési támogatás egy részét át kellene adnia nekik. Csak hogy ezt a pénzt meg sem kapja a Jobbik, ugyanis ebből fizetik az ászbírságot. Az állami számvevőszéken keresztül egy olyan komoly büntetéssel kellett szembesülnünk, hogy adott esetben akkor inkább azon lehetne elgondolkozni, hogy ebből is vállaljon részt, mint egyébként a pártnak korábbi alelnöke. A Jobbikból kivált ásotthalmi polgármester azonban tagadja, hogy neki bármiféle felelőssége is lenne az ügyben, hiszen nem is ismerhette a párt pénzügyeit. Ameddig a Jobbik alelnöke voltam, többször, egyedüliként egyébként többször az elnökség tagjai közül kértem a pártigazgatótól konkrét tájékoztatást a párt pénzügyeiről. Ezt kérésem ellenére nem kaptam meg, hozzá kell tennem még Schneider Tamás sem, tehát a Jobbik elnökségének több tagja sem kapta meg ezt a tájékoztatást. Párttá alakult közben a Mi Hazánk, hogy hol tartanak az alapszervezetek és a taktoborzás, erről beszélgetünk Duró Dóra országgyűlési képviselővel, kezét csokkolom. Jó estét kívánok! Jól haladnak? Milyenek a visszajelzéseik? Remekek, köszönöm szépen, és ez a társadalmi vita is nagyon nagy érdeklődésre tart számot, hála Istennek. Nem gondoltuk volna, hogy például lesz olyan téma, amelyhez több mint 1000 hozzászólás érkezik a Facebook oldalunkon, és már múlt heti adatot tudok mondani, több mint 20 000-en kitöltötték a vitaindítónkat, illetve azokra a kérdésekre válaszokat adtak, illetve megindokolták azokat a válaszokat, amelyekkel az emberekhez fordultunk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy már az induláskor bevonjuk az embereket abba, hogy milyen témákkal foglalkozunk, és az adott témákban mi az ő véleményük. A régi jobbikos témákra rezonálnak a legjobban? Mik a tapasztalataik? Nem szeretnénk így besorolni ezeket a témákat, hogy régi jobbikos téma, vagy valamely más párthoz kötődő. Mi elsősorban az emberek hétköznapi problémáival, illetve Magyarország nemzetstratégiai kérdéseivel szeretnénk foglalkozni. Ez az, ami meghatározó volt akkor is, amikor ezt a 20 pontot összeállítottuk, illetve a későbbiekben is, az alapító nyilatkozatunkban is ezzel szeretnénk foglalkozni. Ugyanakkor látjuk azt, igen, hogy vannak olyan társadalmi kérdések, feszültségek, akár a magyar-cigány együttélés, akár a politikus bűnözés kérdései, vagy a sorkatonaság, például az egy nagyon népszerű felvetés volt, úgy tűnik, hogy nagyon sok válasz érkezett, és nagyon sok egyetértő válasz érkezett eddig ezzel kapcsolatban. Tehát mindegyik téma, úgy gondolom, hogy azért valamennyire az embereket érdekli. Kicsit vitatkoznom kell önnel, ön azt mondta, hogy a legtöbben a hétköznapi problémákra reagálnak, hát a halálbüntetés visszaállításának kérdését nem nevezném hétköznapi problémának. Abban az értelemben hétköznapi, hogy a bűnözés az érinti az emberek hétköznapjait sajnos még mindig, és az embereket érdekli, hogy milyen büntetési tételek szerepelnek. Elég csak a napokban szabadlábra került Kozma-gyilkosra gondolni, ami elég nagy felháborodást keltett az emberek körében, hogy sokkal hamarabb tudott szabadulni, mint ami az eredetileg kiosztott büntetés lett volna. Önök szerint ki kellett volna végezni a Kozma gyilkosát? Nem ezt mondjuk, hanem azt, hogy vannak olyan esetek, amelyekben indokolt lehet a halálbüntetésnek a kérdése, illetve felvetjük azt, hogy legyen erről egy társadalmi vita. Az egyébként, hogy szigorúbb büntetést érdemelt volna a Marian Kozma gyilkosa, azt viszont fenntartjuk, és erre vonatkozóan egy törvénymódosítással is fogok élni az országgyűlésben. Bocsáss meg, de miért jó a halálbüntetés visszaállítása? Önök egy friss párt, ez a moralitásuk, hogy váljunk magunk is szörnyetegekké? Egy szörnyű cselekmény megtorlása céljából? Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül válik szörnyeteggé az, aki a halálbüntetés párti, bár én magam egyébként inkább ellenzem, mint támogatom ezt, de szeretnénk azt, hogy erről a kérdésről is, vagy a bérraptartás kérdéséről, ami ugye ehhez kapcsolódik, legyen egy vita, hiszen az Egyesült Államokban, ugye több államban is van halálbüntetés, és az ottani tapasztalatok azt mutatják, hogy igenis van visszatartó ereje, minden egyes halálbüntetés a következő évben 74-jel csökkenti a gyilkosságoknak a számát. Ilyen értelemben ez a visszatartó erő érvényesül. A statisztikáknak az eredetét bírálják ennek, amit én megnéztem én is, tehát egész egyszerűen ezek a statisztikáknak a
Ez két professzor készítette az egyik egyetemen az Egyesült Államokban. De hogy ez egy politikai öngyilkosság is, tehát ha önök érvelnek a halálbüntetés mellett, az azt jelenti, hogy ki kellene léptetni Magyarországot az Európai Unióban. Valóban vannak olyan nemzetközi egyezmények, amelyeket legalábbis módosítani kellene ahhoz, hogy ezt be tudjuk vezetni. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy sem az Európai Unió, sem a nemzetközi egyezmények nem írhatják felül a magyar emberek akaratát, illetve az ő érdekeiket. Tehát, hogyha Magyarországon az emberek úgy gondolják, hogy a többségük támogatja a halálbüntetést és meggyőző többséggel emellett, akkor a pártoknak vagy a kormánynak is kötelessége foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hát számomra a halálbüntetés ez inkább annak a szomorú beismerése, hogy nem tudjuk megvédeni a polgárokat. Tehát azzal, hogy megölünk valakit, akit az édesanyja szerette, gyerekei vannak esetleg, azzal nem oldódik meg semmi, szerintem. A visszatartó erőről beszéltem, és ezt tartom a legerőteljesebb érvnek a halálbüntetés mellett, de örülök neki, hogy a társadalmi vita részeként önnel is tudok erről beszélgetni, és nagyon örülnék neki, hogyha erről tényleg értelmes vita folyna, és tudnánk azokról a kérdésekről beszélni, amelyek le vannak írva ebben a 20 pontban. Népszavazást kezdeményeznének az EU-tagság ügyében, és ez lenne a huxit amennyiben? Az Európai Unió saját felmérése mutatja azt, hogy egyébként Magyarországon vannak a legtöbben olyan állampolgárok, akik nem bíznak az Európai Unió intézményeiben. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy ez is egy olyan társadalmi jelenség, amivel foglalkoznia kell Magyarországnak, a magyar pártoknak. A Mi Hazánk mozgalom ezért is vette be ebbe a 20 pontba az Európai Unió kérdését is, hiszen nem szabad tabu kérdésként tekintenünk erre, úgy gondolom. Nyilván nem véletlen az, hogy a BMW beruházás az Debrecenbe ment, és nem Belorussziába, amelyik unión kívüli. De Szlovákiával és Romániával is versenyeztünk ezért, ha jól értesültem, amelyek szintén ugye tagállamai az Európai Uniónak, tehát ez nem feltétlenül befolyásolja. Nagyon sok vetülete van egyébként az Európai Unió kérdésének is, és a beruházások vonatkozása is egy nagyon fontos kérdés. Ugyanakkor van egy francia közgazdász, Thomas Piketty, aki pedig kimutatta azt, hogy több profit megy ki Magyarországról a multinacionális cégeken keresztül, mint amennyi Európai Uniós támogatás érkezik hazánkba. Ugyanakkor ezeknek a támogatásoknak a felhasználását is, a megtérülését is nagyon fontos lenne elemezni, tehát szeretnénk azt első körben, hogy készüljön egy átfogó mérleg, akár gazdasági értelemben is arról, hogy az Európai Unió milyen hatással van Magyarországra, hiszen gyakorlatilag a csatlakozáskor sem készült ilyen, és az emberek úgy döntöttek akkor is a csatlakozásról, hogy nem voltak tisztában azzal, hogy milyen következményei lesznek. Most már nagyon sok idő eltelt ezóta a csatlakozás óta, tehát úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne egy mérleget vonni a Magyarországnak. Ugyanakkor azok ezt önök sem vitathatják, hogy egy 500 milliós közösség tagjának lenni, ez mégiscsak nagyon jobb védettséget jelent, mint önmagunkban állni 10 millió magyarként? Amikor felvetette a Mi Hazánk mozgalom ezt a kérdést, akkor jeleztük azt, hogy nem egy teljes elszigeteltség az, ami alternatívaként felmerül, de felmerülhet az, hogy az Európai Unión kívül is van élet, ezt ugye maga Orbán Viktor mondta, illetve egy Európai Unió utáni életre is akár felkészülhet Magyarország, hiszen ahogyan ön is utalt a Brexitre, nagyon komoly változások azok, amelyek a következő években elkövetkezhetnek ennek a közösségnek az életében, hiszen több ország is van, ahol az euroszkeptikus pártok felvetették a népszavazásnak a lehetőségét. Jó, de azóta Angliában is nagyon komoly vitákat vált ki, és lehet, hogy ők visszatáncolnának már ebből. Hogyha egy ilyen komoly döntést meghoz egy ország, azt nyilvánvaló, hogy azt követő időszakban viták fognak zajlani, ez teljesen természetes, úgy gondolom, és nem egyik napról a másikra történne ez a kilépés természetesen. Járt ön mostanában nagy lakná? Jöttünk haza Tusványosról, vasárnap 2 órát álltunk sorba, hogy beléphessünk a Schengeni övezetbe. Tehát ezt feladni, ez a magyar cégeknek... Nagyon sok olyan vetülete van ennek a kérdésnek, ahogy említettem, amit mérlegre kell tenni természetesen. A határellenőrzésnek a kérdése is ilyen, bár itt a határellenőrzés vonatkozásában kevésbé most a Schengeni határ az, ami meghatározó lesz, úgy tűnik a következő évtizedekben, sokkal inkább a migrációs nyomás az, amit Magyarországnak majd bírnia és tűrnie kell, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen felvethető ez a kérdés. És azt, hogyha megkérdezzük az embereket, akár az uniós csatlakozással kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy senkinek nem fog
kárára válni. A Jobbikban önszervezte, önfelelt azért, hogy az értelmiségi hátországot kialakítsák. Sikerült ezekből a kapcsolatokból áthozni a Mi Hazánkba is? Hála Istennek, hogy nagyon sokat, és ahogyan említettem az elején, hogy nagyon sok tagcsatlakozónk van is, és nagyon nagy az érdeklődés a Mi Hazánk mozgalom vitaindítója iránt, úgy az értelmiségi Holdudvarból is többen vannak, akik jelezték, hogy sokkal inkább tartanak velünk, és a Jobbik eredeti szellemiségét továbbvívő Mi Hazánk mozgalomhoz szeretnének csatlakozni, és az én országgyűlési munkámat is fogják segíteni, amiért nagyon hálás vagyok. Sajtókapcsolatokkal is ön foglalkozik? A Mi Hazánk mozgalomban? Igen. Részben. Kisberg Szabolcs, miről tárgyalna? Ő az N1 TV-nek tegnap leköszönt főszerkesztője. Igen, nagyon megérintett az, ami tegnap történt az N1 TV kapcsán, és minden egyes átlépővel most újra és újra én is átélem azt az érzést, amin két hónapja keresztül mentem. Egy jó emberi kapcsolat van köztünk, és informális beszélgetéseket folytattunk, de tárgyalásoknak semmiképpen nem nevezném ezt, hiszen ő maga sem tudja még, hogy hogyan folytatná azt a... Tehát ő kizárta, hogy a Hír TV-be mennének, akkor kizárásos alapon nem maradt már, de a sajtóban szeretne maradni, vagy sajtóval szeretne foglalkozni, csak önök maradtak. Hát mi egy párt vagyunk, illetve leszünk remélhetőleg egy hónapon belül, tehát ilyen értelemben média tevékenységet folytatni a párt kötelékében nem tud. Ugyanakkor én nagyon nagy értéknek tartom Kisberg Szabolcs munkáját, és szeretném én magam is azt, hogy a közéletben maradjon, és valamilyen lehetőséget találjon magának ahhoz, hogy tudja folytatni ezt. Ugyanakkor én is azt olvastam tegnap a sajtóban az ő nyilatkozataiból, hogy még nincsen semmi olyan terve vagy konkrét elképzelése, amely... Hát azért, ha ezt összerakom, önök tárgyalnak egymással, jó a kapcsolatuk, nem még mondtam, nem döntöttek. Nem mondtam, hogy tárgyalunk egymással, azt mondtam, hogy informális kapcsolataink vannak, természetesen egy jó, akár barátinak nevezhető kapcsolat alakult, hiszen egy helyen dolgoztunk szorosan, és értékközösség is van közöttünk, ugyanakkor konkrétumot én sem tudok mondani. De nagyon örülnék neki, hogyha tudnánk valamilyen módon lehetőséget teremteni arra, hogy ő a közéletben maradjon, de semmi olyan konkrétumot én neki kínálni sajnos nem tudok. Egy gyors záró kérdés, sikerült-e már visszajelzettem Matteo Salvini, mikor érkezik Ásotthalomra nyaralni? Még csak néhány órája hívta meg őt Torockai László elnök úr, úgyhogy még visszajelzés nem érkezett, de reméljük, hogy pozitív lesz a válasza, és szívesen vendégül látja Torockai László Ásotthalmon. Dúró Dóra, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.